Ezek a szeméthalmok voltak a főszereplői híradunk csütörtöki tudósításának. A több ezer tonna hulladékot egy bodajk külterületén álló területen halmozták fel. A tulajdonos cég jogi képviselője után most annak ügyvezetője kereste meg szerkesztőségünket, és némileg más megvilágításba helyezte az ügyet. Kovács Pál arról tájékoztatta a Fehérvár televíziót, hogy az általa képviselt cég és a terület bérlője között kialakult vitás helyzetről van szó, amelyet egy a tulajdonos társaság nevében jogosulatlanul eljárt személy idézetelő, és amelyet mindkét fél igyekszik tisztázni. Az ügyvezető úgy fogalmazott, hogy a BK Invest Kft. nevében eljáró és nyilatkozó személy a társaság jogi képviseletére nem jogosult, és őt folyamatosan valótlan állításokkal félretájékoztatta. Továbbá szerinte a riportban elhangzott állításai sem igazak. Kovács Pál ugyan nem akart kamerán elé állni, de nyilatkozott arról is, hogy a tulajdonos nevében és képviseletében jogosulatlanul eljáró személy törvénysértő intézkedései miatt kialakult helyzet. Megnyugtató rendezéséhez a bérlő céggel egyetértésben és együttműködve keresik a megoldást. A társaság nevében jogosulatlanul eljáró személy ellen pedig haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.